Ő pedig amerre csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben a nép feszülten várakozott, minnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: én csak vízzel keresztellek benneteket, de eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szent lélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a szent lélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, Jézus Krisztus megkeresztelkedésének ünnepével a karácsonyi ünnepkör végéhez érkeztünk. Ebben az ünnepkörben a gyermek Jézust szemléltük, Isten gyengédségét, Isten jóságát, aki a gyermek Jézuson keresztül mindenkire rámosolyog. Szemléltük múlt vasárnap a bölcseket, akik az egész világot, minden népet jelképeznek, akik életük középpontjába Jézust helyezték, imádva őt. Ma pedig már nem a gyermek Jézusra szegezzük tekintetünket, hanem a felnőtt Jézusra, aki a Jordán folyóban keresztelő János által megkeresztelkedett. Mi a mai ünnepnek az üzenete? Mit tudunk meg ma Jézusról, megkeresztelkedésének titkát szemlélve? Az első, amit fontos, hogy lássunk, Jézusnak nem lett volna szüksége arra, hogy megkeresztelkedjék. Pontosabban nem lett volna szüksége arra, hogy János megkeresztelje őt, hiszen János a bűnbánat jeleként keresztelt, a bűnüket, bűneiket megbánó embereket vízben alámerítette. Ilyen értelemben keresztelte meg őket János. Jézus bűntelen, de ennek ellenére közösséget vállal a bűnös emberekkel. A nép feszülten várakozott, és Jézus a nép között van, azokkal együtt lép a Jordán folyóba, akik aznap megkeresztelkedtek. Jézus sorsközösséget vállal, barátságot vállal minden emberrel, minden bűnös emberrel. Karácsony nagy titka ez éppen, hogy Isten belelép az ember történetébe, gyengéden megtestesül minden élethelyzetünkben. A megkeresztelkedés, Jézus megkeresztelkedésének első nagy titka, Jézus a bűntelen, velünk együtt van, egy közösségre lép velünk, közösséget alkot velünk. Azért jön, hogy szabaddá tegyen minket, szabaddá tegyen minden embert a bűntől, a bűn alól. Ahogy a második olvasmányban is hallottuk, Péter apostol ezt mondta Kornélius századosnak, ő
mármint Jézus amerre csak járt, jó tetteket vitt végbe, meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. És azt halljuk, hogy amint Jézus belép a Jordán folyóba, alámerül, följön a vízből, megnyílik az ég, és a mennyei atya hangja hallatszik, te vagy az én szeretett fiam, benne telik kedvem. Jézus Krisztus öröktől fogva Isten fia, öröktől fogva születik az atyától. De Jézus a megkeresztelkedésének pillanatában mindannyiunk számára kinyilvánul az a titok Jézusról, hogy ő Istennek a fia. Sőt, ő Istennek a szeretett fia, akiben Isten gyönyörködik, akiben Istennek kedve telik. Jézus természetének, identitásának a lényege ragadható mit meg. Ő Istennek a szeretett fia. És ebben a szeretett kapcsolatban mutatkozik meg Jézusnak az igazi ereje. Ebből a szeretett kapcsolatból az atya és a fiú közötti mély bensőséges kapcsolatból meríti Jézus az erőt. Lukács evangélista hangsúlyozza, miközben Jézus imádkozott, megnyílt az ég. Gyakran látjuk Jézust imádkozni Lukács evangéliumában, és amikor Jézus imádkozik, valójában az atyával való bensőséges kapcsolatából merít erőt. Az atyát szólítja meg, hagyja, hogy az atya megszólítsa őt. Jézus, mint Istennek a szeretett fia, cselekszik, tesz mindent. És végül azt is látjuk a mai epizódban, hogy Jézusra leszáll a Szentlélek, mint egy galamb képében. A Szentlélekkel örök egységben van Jézus, ugyanúgy, mint az Atyával. A Szentlélekkel örök egységben van a Fiúisten is, az Atyával is. A Szent Háromságos bensőséges egysége öröktől fogva van. Itt miről van szó? Arról, hogy Jézus, mint ember, az ő küldetéséhez megkapja a Szent Lelket, és a Szentlélek erejében cselekszik. Ahogy az első olvasmányban is hallottuk, Izajás próféta könyvéből, amint ezt mondja az Úr, kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Ő nem kiált, nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. A megtört nátszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Jézus a küldetéséhez, mint ember, megkapja a Szent Lelket, és Jézus szelíden cselekszik. Jézus mindent jól tesz, gyengéden, szelíden lép fel mindenki felé, és viszi az örömhírt, a szabadítást a foglyoknak, a bűnben lévő foglyoknak, a szabadítást a sötétben ülőknek, a vakoknak, a betegeknek, a gyengéknek, a gyengélkedőknek. Jézus küldetése, hogy Isten irgalmát, Isten szeretetét elvigye minden emberhez, és mindez gyengéden teszi, és ehhez kapja meg megkeresztelkedésekor a Szent Lelket. Vagyis a mai ünnep Jézus nyilvános működésének a kezdete. Ez a három dolog, ami felragyog Jézus Krisztusról mielőttünk is. Jézus az Atya Istennek az egyetlen, a szeretett fia. Ebből a szeretett kapcsolatból meríti az erőt, és ezt az örömhírt viszi az embereknek, hogy Isten a mi atyánk. Szelíden, gyengéden, mindenki felé jót cselekedve jár Galileában, Palesztinában annak idején. Úgy, hogy sorsközösséget vállal minden emberrel. Jézus miután föltámadt, a tanítványait megbízta azzal, menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében mindazokat, akik hisznek bennem. És a tanítványok elindulnak, hirdetik az örömhírt, és akik hisznek, azokat megkeresztelik. Ahogy hallottuk az apostolok cselekedeteiből, Kornélius római századost is megkereszteli Péter apostol. És évszázadokon át az ige hirdetők, a keresztény emberek átadták a hitet, a keresztény hitet, és így jutott el, mint egy láncolaton keresztül hozzánk is a keresztény hit ajándéka. És annak idején szüleink, keresztszüleink elhoztak bennünket a templomba, és megkereszteltettek bennünket. Ez az ünnep, Jézus megkeresztelkedésének az ünnepe, a mi ünnepünk is, amelyben arra hív az Úr Jézus minket is,
hogy emlékezzünk arra, hogy egyszer bennünket is megkereszteltek. Ünnepeljük azt a jó hírt, hogy keresztények vagyunk. Ez az ünnep arra is felhívás, hogy gondolkodjunk el azon, imádkoztunk-e azokért, imádkozunk-e rendszeresen azokért, akik megkereszteltettek bennünket. Azért az atyáért, azért a plébános atyáért imádkozunk-e, aki megkeresztelt annak idején bennünket. Imádkozunk-e keresztszüleinkért, hálásak vagyunk-e nekik. Tudjuk-e, hogy mikor kereszteltek meg bennünket? A születésnapot általában megszoktuk ünnepelni, és fontos, hogy megünnepeljük az életünk ajándékát azon a napon, amikor megszülettünk. De tudjuk-e, ismerjük-e azt a napot, amelyen megkereszteltek bennünket? Ha valaki nem tudja ezt pontosan, érdemes arra a plébániára elmenni, ahol annak idején megkeresztelkedett, és ott a kereszteltek anyakönyvében megérdeklődheti, hogy hol keresztelték őt meg. Nekem nagy öröm, amikor ide belépek, arra gondolni, hogy 101 évvel ezelőtt ebben a templomban keresztelték meg nagypapámat, egyik kedves rokonomat. Tanuljuk meg, jegyezzük meg, hogy mikor van a megkeresztelkedésünk ünnepe, és minden évben ünnepeljük azt a jó hírt, mert mi is történt akkor, amikor megkereszteltek bennünket? Különösen három dolog. A mai ünnep erre világít rá, hogy mit jelent az, hogy mi is megkeresztelt emberek, keresztények vagyunk. Először is azt, hogy a keresztény emberben tudatosodik az a jó hír, hogy ő Isten fogadott gyermeke. Tavaly egy római plébániára látogatott el egyszer Ferenc pápa, és egy gyermek megkérdezte tőle, Szent Atya, csak a keresztények Isten gyermekei, vagy minden ember Isten gyermeke? A pápa azt válaszolta, minden ember Isten gyermeke, de aki megkeresztelkedik, az megkapja a Szent Lelket, aki tudatosítja bennünk azt az örömhírt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Fontos, hogy tudatosítsuk ezt a jó hírt, hogy Isten nem csak Jézusnak mondja azt, te vagy az én szeretett gyermekem, akiben kedvem telik, hanem bizonyos értelemben nekünk is mondja, te vagy az én szeretett gyermekem, akiben gyönyörködöm. Milyen jó ezt ismételgetni magunkban. Istennek kedve telik bennünk, hogy egy édesapa, édesanya, hogy egy nagymama, nagypapa gyönyörködik a gyermekében, unokájában. Isten úgy gyönyörködik bennünk. Isten gyönyörködik bennünk, kedvét leli bennünk. Megkeresztelt embernek lenni konkrétan azt jelenti, hogy ezt az örömhírt ünnepeljük, Istennek kedve telik bennünk. Függetlenül attól, hogy mit érünk el az életben, függetlenül attól, hogy sikeresek vagyunk-e, vagy kevésbé sikeresek, függetlenül attól, hogy idősek vagyunk, vagy fiatalok, egészségesek, vagy betegek, Isten gyönyörködik bennünk, szeret bennünket. És erre a jó Istenre, aki a mi atyánk, nap mint nap rábízhatjuk magunkat. Megkeresztelt embernek lenni azt jelenti, hogy ünnepeljük, hogy Isten gyermekei lehetünk, hogy Istent atyánknak szólíthatjuk, hogy Isten gyönyörködik bennünk, kedvét leli bennünk. És amikor imádkozunk, sokszor nem kell sok szót mondani, elég, hogy kinyitjuk a szívünket, így mondja a pápa, mint egy kommunikációs csatornán megnyitjuk a szívünket Isten felé, az atya felé, aki az ő szeretetével betölt, gyógyít, erősít bennünket. Az, hogy megkeresztelt emberek vagyunk, konkrétan azt is jelenti, hogy Isten velünk is közösséget vállalt. Isten nem mond le rólunk, Isten nem hagy el bennünket, ő hűséges Isten hozzánk is. Hogy Jézus megbocsátott minden embernek, hogy Jézus sorsközösséget vállalt minden bűnös emberrel, úgy velünk is, úgy nekünk is megbocsát. A keresztelkedésünk megünneplésének, megélésének másik konkrét szép lehetősége, hogy bűnbánatot tartunk rendszeresen. Amikor megkereszteltek bennünket, Isten minden bűnünket eltörölte. De a megkeresztelkedésünk után elkövetett bűneinkért fontos, hogy rendszeresen bocsánatot kérjünk, rendszeresen a Szent Jónásban kiengesztelődjünk Istennel. Amikor megkereszteltek minket, vízzel kereszteltek minket meg. A víz, amely lemossa a piszkot, a lélek piszkát, a bűnt is.
A Szent Mise elején szentelt vízzel meghintettem a testvéreket a bűnbánatunk jeleként. Amikor bűnbánatot tartunk, amikor bocsánatot kérünk, amikor megbocsátunk, a keresztségünk ajándékát ünnepeljük és éljük meg. Mert a keresztségben Isten irgalma mutatkozik meg minden ember felé. És végül Jézus, aki megkapta a Szent Lelket, amikor megkeresztelkedett ahhoz, hogy az ő küldetését megtegye, amikor megkereszteltek bennünket, illatos krizmaolajjal megkenték a homlokunkat, a Szentlélek bennünket is betöltött. Kiáradt a szívünkbe szintén a Szentlélek azért, hogy mi is menjünk, vigyük az örömhírt mindazoknak, akikkel találkozunk, hogy mi is nyissuk meg jelképesen a vakok szemét, a szomorkodók szívét megvigasztaljuk, hogy mi is szabadítsuk az embereket a bűnből, a szomorúságból, a kétségbeesésből, hogy vigyük az örömhírt gyengéden, szelíden, ahogy Jézus tette. Jézusról tanúságot tenni, hirdetni az örömhírt nem csak a papok, nem csak az apácák, nem csak a szerzetesek, misszionáriusok feladata, mindannyiunk feladata. Amikor megkereszteltek bennünket, megkaptuk mi is a Szent Lelket, hogy Isten szeretetéről, Isten gyengédségéről mi is tanúságot tegyünk. Ferenc pápánk gyakran mondja azt, menjetek az emberek közé, menjetek oda, ahol az emberek élnek, szenvednek, dolgoznak, és tegyetek Isten gyengéd szeretetéről tanúságot, egyszerűen, szelíden, gyengéden, a jót cselekedve. Összefoglalva, Jézus megkeresztelkedésének ünnepe, karácsony örömhírének az, karácsony ünnepkörének az utolsó momentuma. Ugyanakkor arra hív ez az ünnep bennünket, hogy ünnepeljük mi is, hogy keresztények vagyunk. Úgy is, hogy megjegyezzük, utána érdeklődünk, mikor kereszteltek meg bennünket. Ünnepeljük azt, hogy keresztények vagyunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isten gyönyörködik bennünk. Merjünk mi is ünnepelni ezt, merjük mi is rábízni magunkat Istenre, az Atyánkra. Kereszténynek lenni azt is jelenti, hogy merünk bűnbánatot tartani, merünk megbocsátani, és merünk az emberek közé oda menni, ahol élnek, ahol dolgoznak, ahol szenvednek, hogy Isten gyengédségének örömhírét mi is továbbadjuk. Mi is továbbadjuk a keresztény hitet a következő nemzedékek számára. Püspök atyánk tanítja, hogy az ünnepet jól megünnepeltük-e, az abban mutatkozik meg, hogy az ünnep utáni időszakot, hétköznapokat hogyan éljük meg. Tartsunk most ülve egy kis csendet, és gondoljuk végig, hogy karácsony ünnepkörében mi az, ami megindított bennünket? Mi az, amire hív Isten bennünket? Mi az az elhatározás, amelyet karácsony örömhírében megteszünk, hogy karácsony öröme, üzenete a következő időszakban is éljen bennünk, általunk ráragyogjon más emberekre is. Amen. Pedig álljunk föl, és ahogy annak idején keresztségünkkor megvallották hitünket, megvallottuk hitünket, mi is újítsuk meg keresztségi fogadalmainkat. Kedves testvéreim, a húsvét szent titka által a keresztségben mindnyájan eltemetkeztünk Krisztussal együtt, hogy vele együtt járjuk az élet útján. A keresztségünkben egykor ellenem mondottunk a sátánnak és minden cselekedetének, és megígértük, hogy a katolikus anyaszentegyházban Istennek szolgálunk. Éppen ezért most mindenkitől kérdezem, ellene mondotok-e a sátánnak? Ellene mondunk. És minden cselekedetének? Ellene mondunk. És minden csábításának? Ellene. Hisztek-e a mindenható Atya Istenben, a menny és a föld teremtőjében? Hiszünk. Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? Hiszünk. Hisztek-e a Szentlélekben,
a katolikus anyaszent egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben. A mindenható Atya Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk vízből és szent lélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével, a mi Urunkban Jézus Krisztusban az örök életre. Amen. Most pedig imádkozzunk, testvéreim, hogy a világ meglássa bennünk Isten szeretett gyermekeit.